Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Miről lesz szó? Hogyan tudjuk rendbe tartani a zene, illetve bármilyen audio gyűjteményünket? Én rádióműsorokkal fogom bemutatni, mert ez a legsemlegesebb, legérdekesebb számomra. Én nem zenét, hanem inkább színműveket, rádiószínházi műveket, rádiós előadásokat szoktam gyűjtögetni. Gyakorlatilag ezek rendberakása, rendbetétele, katalogizálása nem egyszerű. Mikor tudod a zenekönyvtáradat normálisan rendbe tartani? Abban az esetben tudod normálisan, és így valóban a normálison van szó, hogyha te egyrészt a fáj nevet, tehát az adott fájnak, az adott zeneszámnak a nevét, a fáj nevét, elnevezését egy egységes rendszerbe tartod. Azaz mindig tudod, hogy ránézel egy adott akármilyen, itt ez a lényeg, akármilyen fájkezelővel, a legegyszerűbb, legbonyolultabb, éppen a Ranger-t látjátok, én azt szeretem, azzal tudok gyorsan dolgozni. Na hát, hogyha ránézek, akkor azonnal tudom, hogy Őrs István, Sirkő és Kakó, rádiószínházas előadás, és 1995-ös felvétel. Ennyi. Tehát ezt tudom. Miért jó ez? Mert hogyha elkeveredik a rendszeredben, tehát valahol valamit másolgatsz, előszokott ez velem fordulni, és utána nem találom meg, könnyű megkeresni, rögtön tudjuk, hogy miről van szó. A másik rendezési elv az, ami az MP3-asoknál nagyon jó. Nem csak az MP3-asoknál van, de nem minden audiofájnál van ez meg. Azaz az ID tegek, tehát a fájba lévő rendszerezések, kitalált bejegyzések, azok egyértelműek legyenek és egyezzenek meg egészében vagy nagy részében a fájlnével. Így akármilyen lejátszó programmal szépen látod mondjuk a zeneszám készítőjét, az énekest, a címet meg egyebet, szépen látod, illetve fájkezelőben is szépen látod azt, hogy melyik fáj mit fog tartalmazni. Ez gyakorlatilag ott, ahol te megvásárolsz egy audio állományt, mondjuk egy zenét, ott általában ki van ötöltve, de hogyha nem, tehát nem olyasmi, például nálam a rádiószínházas dolgok, hogy gyárilag ez bent van, ezt meg kell tenni. Ha meg kell tenni, te döntöd el, hogy megteszed, avagy nem. Én megszoktam, rossz tapasztalat volt, hogyha nem így csináltam, az, hogy bizony ezt rendbe kell tenni. Hogyan tesszük rendbe? Első körben nyilvánvalóan a legegyszerűbb a fájnevek elkészítése. Én a könyvtár, illetve fájneveket szinkronba szoktam hozni, szkriptekkel természetesen, és így látjuk, hogy az adott állomány neve kódolja számomra, hogy mit tartalmaz. Ezek után be kell írni a MP3-as megfelelő részébe, megfelelő programmal, ezt kiemelem, azokat az ID3-as tegeket, ami számunkra szükséges. Azért, hogy a lejátszó programok is rendesen, értelemszerűen és kényelmesen tudják azonosítani a művet, és te tudj keresni benne, és te tudj lejátszani olyan számokat, amire éppen kedved van, ne kelljen guberálni mindenfajta ilyen-olyan ID-tegek nélküli és össze-vissza nevű fájlok között, hanem mindig azt találd meg, amit szeretnél. Oké, hogyan lehet ezt megcsinálni? A hogyan lehet megcsinálni, az nagyon egyszerű, mert hogyha beütöd, hogy Linux MP3 ID tag editor, kapsz vagy 4-5 olyan editort, irogató programot, ami számodra, hát megfelel. Legyünk őszinték, megfelel. Itt van 2 darab MP3-as állomány, míg a legegyszerűbb szerkesztő ID tag szerkesztővel is be tudom irogatni kézzel. Be tudom írogatni kézzel a tegeket, a jelzéseket, a címkék kitöltését, de ez nem jó. Miért nem jó? Azért nem jó, mert hogyha van 20 darab ilyen állományod, akkor már természetesen, hát egy kicsit elmegy a végére a kedved az egész rendszerezéstől. Hogyan lehet ezt megoldani? Most ezeket az állományokat, ezeket a könyvtárakban lévő állományokat, ez úgy Schatzper KB 18-19-20 állomány, együttesen fogjuk megoldani, relatív egyszerűen, gyorsan és értelemszerűen fogjuk megoldani. Ennek egyetlen egy feltétele van, ami nagyon fontos, a fáj neveket legyetek szívesek normálisan megcsinálni, neked megfelelő rendszerezettséggel, neked megfelelő tematika, komoly tematika szerint, és utána már nem lesz vele probléma. Oké, mi a következő lépés? A következő lépés, meg kell nyitni az ACTag elnevezési programot. A legtöbb disztribúcióban bent van,
egyértelműen bent van, mert én több disztribúciót használtam, és ezzel gondom soha nem volt. Gyakorlatilag meg kell nyitni ezt a programot. Hát hogyan nyitjuk meg a programot, mivel hogy én most Ranger alatt vagyok, Ranger alatt úgy nyitunk meg programot, Open White, és beírjuk, hogy észitek. Természetesen ez bármelyik fájkezelővel megnyithatod így az adott könyvtárba, illetve a start menübe, vagy akármilyen gyorsindító menübe, ott is el tudod indítani, teljesen mindegy, én így szoktam meg. Miért? Mert az adott könyvtárat fogja megnyitni. Az adott könyvtárat megnyitja, gyakorlatilag én a fölötte lévő könyvtárba átmegyek, hogy az összes alkönyvtár, tehát ennek az alkönyvtár rendszernek, amit éppen rendbe akarok tenni, meglegyen a beolvasása, Gyorsan beolvastam, mert az idétegek, a tegek nincsenek kitöltve, a címkék nincsenek kitöltve, ez számomra tarthatatlan a dolog, értelemszerűen ezt fogjuk csinálni. Kijelöljük az összeset. Tip, trükk, meg egyéb, egyel kell kísérletezni, egyel kell játszadozni, és utána, amikor már rendszer szinten tudod használni ezt a programot, akkor lehet több száz. Ezt vegyétek, szó szerint több száz állományt is automatizálni, megfelelő beírogatással automatizálni az, hogy az első, második, harmadik, negyedik, úgyis láttátok, nekem elválasztó jelekkel vannak elválasztva, mínusz jelekkel vannak elválasztva azok a blokkok, amiket én éppen szeretnék használni, hogyha ránéztek itt egyértelműen Vörös Marti, hát a mű szerzője, utána ott van a mű címe, ott van a készítés éve, lejátszás éve, felvétel éve, akkor kiadja elő például a fölötte lévő egyéb verseket, Latonyovics adja elő, és utána van egy sorszám. Hát a sorszám logikus, hogyha egymás után szeretnél lejátszani valamit. Itt is fontos az, hogy a fájlneveket normálisan tartsd, mert különben olyan káosz lesz, hogy nem fogsz tudni eligazodni. És az ID-tegeket is normálisan meg kell adni, tehát a sorszámot normálisan meg kell adni, mert honnét tudja a lejátszó program a fejéből, hogy ez az első, második vagy az ötödik része az adott sorozatnak, az adott résznek, milyen sorrendben jönnek egymás után a zeneszámok. Következő lépés természetesen micsoda? Na hát ebből a fájnévből jó lenne csinálni címke rendszert. Megnézzük, hogy hogyan tudjuk megcsinálni nézet. És azt mondjuk, hogy a feldolgozó megjelenítése. A feldolgozó megjelenítése megint egy olyan, hát hogy is mondjam, név, ami szerintem nem teljesen pontos, de jelen pillanatban számunkra ez nem érdekes. Ahogy lehet látni, három darab fül van, címke kitöltése, file átnevezése, természetesen erre is ki fogok térni, ez az ellenkezője, mint amit én most csináltam, ott a ID-tegekből, a címkékből lehet fájlneveket csinálni, tehát vice versa, el-vissza tudjuk ezeket írogatni, ha valami neked ki van töltve, megcsináltad a fájlneveket, akkor abból tudsz címkéket csinálni, ha pedig olyan állományod van, olyan zeneszámod vagy akármi, aminél az ID-tegek, azaz a címkék ki vannak töltve, abból tudsz csinálni egy normálisan emberi szem által kényelmesen olvasható állománynevet, fájnevet. Oké, ha valaki ránéz erre, rögtön észreveszi, hogy nagyon egyszerű, kijelöljük a címke kitöltését, és megadjuk azt a rendszert neki, azokat a elválasztó elveket, azokat a szakaszoló elveket, amiket meg kell adni. Itt gyakorlatilag alul látni is fogjuk az eredményt, tehát nem jelent ez semmi problémát, hogy most itt fejből kell tudni. Itt szépen meg van adva, hogy melyik helykitöltő, melyik jelzés mit jelent. Nálam, ahogy mondtam, a műszerzője, eredeti szerzője van az első helyen, én azt úgy tartom nyilván, hogy az album előadója. Nálam az a probléma, hogy nem hangos könyvekhez, nem rádiós műsorokhoz, és egyebekhez készült ez a címke rendszer, így egy picit csalni fogok a nevekkel, természetesen első körben nálam az album előadója van. Százalékjel Z, és akkor mutatja, hogy a százalék Z, azaz az album előadója ennyi, hát nyilvánvalóan utána jön egy szóköz, egy kötőjel, és már azonnal látjuk, hogy lecsonkolta a többi. Ha én csak azt szeretném, hogy töltse ki automatikusan az album előadót, akkor nekem nincs további teendőm, de hogyha azt szeretném, hogy az a cím is, a titl,
a cím is szerepeljen benne, lehet látni, hogy megadtam, hogy cím, ott el lehet olvasni, hogy melyik a cím, melyik jelzéseket kell beírogatni, és utána az előadó, nekem az előadó az, aki azt a művet felolvassa, vagy a rádiószínház, vagy akárki, azaz megadom neki, hogy a betű, ellenőrizzük is le. Ő írta, itt a címe, a címhez nekem hozzátartozik az évszám is, illetve ki az előadó, ki adta elő, hát ez egy rádiószínházas mű, meg 001, azaz az első rész. Hát igazából a előadóhoz nem tartozik hozzá, hogy hányadik rész ez, azt is le kell csonkolni. Eddig úgy alkalmaztam, hogy az elválasztó jelek mínuszjelek, hát bizony itt már olyan nincs, hogy mínuszjel a 0001 előtt, hanem megadom az elválasztó jelet a nullát, és utána legyen egy százalékjel és n number szám. Érték, és már ki is töltethetjük. Ezután nézd meg, hogy itt valóban jól tagolta, itt pedig jól írogatta be azokat, amit kell. Oké, itt azért lehet látni, hogy albumot is jó lenne kitölteni. Az albumot is beírjuk, hogy album az egy B betű, ezeket fejből tudom. Illetve van egy olyan, hogy zeneszerző. Sok program a zeneszerzőt is szereti nyilvántartatni velünk. Én azt mondom, hogy a zeneszerzőt is ki fogom tölteni. A többi marad ugyanúgy. Tehát aminek te nem változtattál, az értelemszerűen megmarad, kitöltődött. Oké, mit látunk? A sorszám oké, bent van. A megfelelő fakok, ami nekem kell, hozzáteszem, ami nekem kell, kitöltésre került. Egyetlen egy hibát látunk, hogy az évet nem tölti ki. Igazából nem olyan fontos. Oké, de hogyha ma a fájnevekhez beírogattuk azt, hogy, vagy legalábbis én beírogattam, hogy év, akkor jó lenne az éveket kitölteni. Az év természetesen egy Y, én azt mondom, hogy Y, és ahogy látna az Y-nak, tehát az év kitöltése, az egészet szeretné bevenni. Milyen elválasztók vannak? Van elválasztó az év előtt, zárójel. Az év után zárójel, akkor ezt zárójelbe kéne tenni. Hát legalábbis első gondolatom az, hogy zárójelbe kéne tenni. Hát igazából ez nem egy nagy eredmény, mert az zárójel előtti cuccokat is belegyömöszölte, meg a zárójel végét, az a zárójelet is megette, ez nem jó. Hát természetesen mi az? Hát az első, illetve az utolsó blokkot, ami nem kell, a szám előtti blokkot, azokat ignoráltassuk, azaz megadjuk, hogy százalékjel, így, és akkor már lehet látni, hogy ignorált állapotba került ez, és az évnek az értéke, az bizony rendesen bejelölődött, az év címkébe csak a szám kerül bele, fájlok vizsgálata, és lenyomjuk. És látható, hogy az év ahol van, mert ahol nincs zárójelbe akármi, az értelemszerűen nem töltődik ki, üres helyet kap. Lenyomtuk, és beírta szépen, hogy zárójelbe lévő akármik számok, azok oda bekerüljenek. Oké, mi amit nagyon fontos tudnunk? Nagyon fontos tudni azt, hogy bármi, itt akármi szözt beírogathatunk, ez nem íródott be. Jó? Tehát erre figyelj, ez nem íródott be. Azaz nem tudod eltolni. Mert hogyha te azt látod, hogy ez neked egyáltalán, és még véletlenül se felel meg, nyilván becsukod a programot, megkérdezi, hogy beírogassa-e azt, amit kell, te azt mondod, hogy bocsi, de nem kérem, és nem tudod a tegeket, a címkéket eltolni. És utána bezártam. Oké, bezártam. Mi az, ami még itt nagyon hiányzik? Természetesen sokan szeretik műfaj szerint is rendbe rakosgatni a zeneszámaikat, hát bizony itt a műfaj nincs kitöltve. Nyilván, hogyha te a műfaj beleveszed a fájl névbe, akkor ezt is ki tudod töltetni. Műfaj, a műfaj, rádiószínház. Beírjuk, hogy rádiószínház. Oké, ez nagyon szépen beírásra került. De mivel nem ő maga töltötte ezt ki, oda kell figyelni, hogy megmondjuk neki, hogy az összes bejelöltre legyen szíves érvényesíteni. Ctrl-Enter után megjelenik alul lent, hogy ő elvégezte ezt a munkát, ha más szeretnél, tehát egyesével megadni, és nincs bent a fájlnévbe, természetesen és logikusan egyesével is beírogathatod. Ezután nincs más, mint az összeset kijelölöd,
Ezt jobb, ha megteszed Ctrl-A-val, és utána megnyomod a Ctrl-S-t. Itt alul megnézheted a haladást. Pontosan ennyire egyszerű, 20, 30, 40, 50, 100, 500 darab zeneszám, illetve audioállománynak a ID tagjeinek, a címkéinek, a labeleknek a kitöltése. A másik ennek az ellentétje, hogy random fájlneveket kap az állomány, azaz onnan nem tudom, hogy miről van szó, de az ID tagek, a labelek, a címkék rendesen ki vannak töltve. Nyilvánvalóan itt is nagyon egyszerű a dolog, szeretnék a címkékből egy normális, számomra értelmezhető, jól működő fájlnevet összehozni. Átnevezzük Katyvasznak, átneveztem Katyvasznak, és erről mondd meg, légy szíves, azt, hogy te milyen állományt kaptál, milyen zeneszámot, milyen hangfelvételt vagy egyebet. Az ID-tegek ki vannak töltve, az ID-tegek, a labelek ki vannak töltve, hát természetesen ugyanezt meg fogjuk oldani, hogy normális fájlneve legyen. Gyakorlatilag megint elindítjuk az ACI-teget, nyilván indíthatod te start menüből, indíthatod akármilyen fájlkezelőből, én majdnem mindenre Ranger-t használok, tehát ebből fogom elindítani, elindult. Lehet látni, egy darab van kijelölve, az ID-tegek jók, a fájlnév pedig Katyvasz. Természetesen nézed, feldolgozó, nem a címke kitöltés, mert nem azt szeretném, fáj átnevezése. Fáj átnevezése rengeteg különféle megoldást kínál, gyárilag van bent körülbelül két tucat olyan megoldás, ami szerintük jó. Hát szerintem nem jó, mert nem azt szeretném. Én mit szeretnék? Én azt szeretném, hogy első körben legyen az album előadója, tehát Vörös Marti Mihály, ő készítette ezt a művet, nyilván így szeretem sorba rakni, album előadója, az a Z betű, látható megjelenik Vörös Marti Mihály, utána legyen kötőjel, vagy akármilyen elválasztó, vagy üres hely. Látható Vörös Marti megjelent, megadjuk az elválasztót, megadjuk a címet szeretem rendben tartani, a cím után nekem általában jön, és ahogy lehet látni az évszám, utána jöjjön az előadó, tehát az, aki felolvassa, Rádió Színház. Itt kimaradt egy space, szépen berendeztük. Egy blokk elválasztó, és hogyha úgy gondolod, hogy még a sorszámot is szeretnéd beadni, akkor jön a sorszám, az pedig egy N betű, és lehetett látni, hogy a sorszám szépen megjelent. És utána más feladatunk nincs, meggyőződünk róla, hogy ez olyan, amilyen neked kell, fájlok vizsgálata és bezárás, és utána Ctrl-S, és Ctrl-S-sel lementettük, látható, hogy a fájlnév az, amit mi szeretnénk, becsukjuk, és láthatóan az, hogy Katyvasz helyett normális fájlnevet fogunk kapni. Igen, egyszerűen tudjuk ezt a programocskát használni. A programnak csak egy picike kis részét mutattam be, azt, ami jelen pillanatban számomra a legfontosabb, légy szíves már a labeleket, a címkéket kitölteni, és esetlegesen, hogyha én a fájlnevet elkatyvaszolom, akkor természetesen azt visszacsinálni. Hát gyakorlatilag ennyi. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Tudom, hogy nem egy olyan feladat ez, ami minden nap igazán előfordul, ha valakinek nagyobb audioállománya van, és azt szeretné egyszer és mindenkora normálisan összerakosgatni, az, hogy fájlkezelőbe is, lejátszóba is, lássad azokat az adatokat, ami számodra fontos, őneki talán ez a kis fél óra, szűk fél óra kellemes volt, illetve megismert egy nagyon-nagyon jó kis programot. Mindenkit arra biztatok, hogyha esetlegesen ilyen elgondolása van, hogy rendbe szeretné tenni az audioállományait, akkor elsősorban gondolja át azt, hogy miképp érdemes ezt csinálni, mármint az, hogy olyan fájlnevet kapjon, és olyan elrendezést kapjon, ami neki kényelmes, jó és egyértelmű és rendezett. A második, használja ezt az ACI-tag elnevezésű kis programocskát. Ha többet szeretné, mert sokkal többet tud, tehát itt azért én csak az alapokat mutattam be, hogyha ennél komolyabbat szeretne, akkor nézzen szét a menürendszerbe,
és nézze meg a helpet, nézze meg egy-két leírást róla, mert gyakorlatilag majdnem mindent, amit szeretne elvégezni az ember, konvertálást, törlést, egyebet, még képet is be lehetne rakosgatni, én nem szoktam, a scriptel szoktam, nyilván azt is meg tudod csinálni, szuper kis programocska, ráadásul értelmesen van felépítve, nem tolakszik, nem okoskodik, azt csinálja, ami nekem fontos. Köszi szépen, sziasztok!